vasababát a velencei tavi halászok széles körben használták. Az eredetileg vesszőből, később drótszövegből készített varsákat a víz alá tették, és úgy jegyezték meg, hol a varsa, hogy oda egy nátkontyot kötöttek. Ez emlékeztet egy szoknyás babára, ezért lett varsa baba a neve. Ha ennyire átöleltem a nárat, akkor már jó kell, hogy legyen. És akkor lesz a babámnak egy szoknyája, ez úgy hívjuk, hogy az legyen neki, az a szoknyája, és ez pedig a feje. Akik így meg kell egy kicsit szavaznak minket. Már 130-140 éves távlatban figyelte meg Hermann Otto, hogy mennyi madár költ a varsababában. Az már saját tapasztalatom, hogy több emeletes költések is előfordulnak, mert a varsababa különböző szintjein más fajok költhetnek. A tetejére építkezhet a nagykócsag, kiskócsag, bakcsó és a szürkegém. A konty alatt lehet nádirigó, cserregő nádiposzáta, fülemülesítke és barkós cinege. Egészen alul a szoknya védelmében nádi tücsökmadár, kis vízicsibe, vízityúk, guvat, pocgém, kisvöcsök és különböző récefajok költhetnek. A fészkelőhely népszerűsége annak köszönhető, hogy mind az időjárás, mind a ragadozó és fészekrabló fajokkal szemben védelmet nyújt.